Jó estét kívánok, hölgyeim és uraim! Önök a Magyar Tudomány Ünnepe rendezvény sorozat keretében Röst Gergelynek a Jövő Formáló Matematika című előadását láthatják hamarosan. Az előadás az körülbelül 45 percig tart. Az előadást élőben közvetítjük az MTA főépületének díszterméből. Felhívom a figyelmüket, hogy az előadás közben kérdéseket és megjegyzéseket tehetnek föl, és kérdéseket is tehetnek föl az előadónak. Ezt a YouTube csatornának, amelyen az előadás közvetítését nézik, a chat funkciójában gépelhetik be. Mielőtt megadnám a szót az előadónak, engedjék meg, hogy néhány szóban bemutassam őt. Röst Gergely 2006-ban szerzett PhD fokozatot, méghozzá köztársasági aranygyűrűvel a Szegedi Tudományegyetemen. PhD-jának a témája a differenciál egyenletek bifurkáció elmélete volt, tehát elméleti matematikai tárgyú volt a disszertációja. Röst Gergely a kutatásának ezt az irányát is folytatta, de érdeklődése többek között a matematikai biológia felé fordult, ezen belül is a járványok terjedésének dinamikája és modellezése érdekli. A munkáját számos szakmai díjjal ismerték el, a Bujai Társulattól megkapta a Grünwald Géza emlékérmet, az MTA-tól a Fiatal Kutatói díjat, megkapta az Alexis György díjat, a Gács András díjat, és pedig elnyerte az MTA Coupé kiválósági díját. Röst Gergely kutatásainak jelentőségét mutatja, hogy az influenza elleni antivirális szerekkel kapcsolatos eredményei több ország járványügyi tervébe is beépült. Számos kutatási projekt vezetése mellett 2020 márciusától az ITM által létrehozott járványmatematikai modellező és epidemiológiai elemző munkacsoportnak a vezetője. A csoport rendszeresen készít előrejelzéseket a járvány várható alakulásáról, és éppen emiatt találkozhatunk Röst Gergely nevével az előző hónapokban számos cikkben, interjúban, nyilatkozatban és beszámolóban. Munkásságának általános jellemzője, hogy megtalálja a kapcsolatot az absztrakt elméletek és a gyakorlati alkalmazások között. Mai előadásában is a matematika globális léptékű és társadalmi szintű alkalmazásairól hallhatunk. Megkérem Röst Gergelyt, hogy tartsa meg az előadását. Köszönöm szépen a bemutatást és a megtisztelő felkérést, hogy itt a Magyar Tudomány Ünnepén matematikáról tarthatok előadást. Járványokról most kevés szó esik, de érintőlegesen azért lesz egy-két szó róla. Volt egy ilyen ezoterikus jellegű könyv, illetve filmet is készítettek belőle, aminek az volt a címe, hogy A titok. Ugye ez egy nagyon rejtélyes dolog, mindenki kíváncsi rá, hogy mi az igazi titok, hogy fellebbentsük a fájtlat az igazi titok felől. Most az előadásban azt szeretném bemutatni, hogy ez az igazi titok, ezt próbálom alátámasztani. Amit a táblán lát, ugye, amit a képen látunk, az az irodai táblámról készült fényképek. Ugye láthatunk furcsa képleteket, egyenleteket, jeleket. De valójában a baloldali táblakép az annak a matematikai modelljéről szól, hogyan tud elterjedni egy populációban egy gyógyszerre rezisztens baktériumfajta. Ami a másik táblán van, az pedig annak a matematikai modellje, hogyan válik egy tumor rezisztensi a kemoterápiával szemben. Tehát a titok alatt én azt értem, hogy a valódi élet problémáit absztrakt egyenletekben is meg lehet gyakran fogalmazni, utána ebben a matematikai formalizmuson belül ezt elemezni, matematikát csinálni, és utána a kapott eredményeket vissza lehet fordítani az eredeti problémának a nyelvezetére, és olyan következtetéseket kapni, levonni, amik segítenek való életbeli problémáknak a megoldására.
Ugye ezt már Newton is nagyon jól ismerte, sőt annyira ő is nagy fontosságú titoknak tartotta, hogy ebben a levélben, amit itt látunk, a Epistola Posteriorban, amit Leibniznek írt, a fő üzenetet titkosította is. Ott a levélnek a közepén látszanak ilyen furcsa jelek és számok egymás után. Ez annak a titkosítása, hogy differenciál egyenleteket megoldani hasznos. Ugye szó szerint nem pont ezt jelentette, de ez a Arnold nevű orosz matematikus szerint egy modern értelemben ezt így lehet lefordítani. Ugye Newtonról tudjuk, hogy a differenciáltek formájában írta le az égi testek működését. Azóta is az égi mechanika a matematikának az egyik nagy sikertörténete. Erre egy példa a Neptunus felfedezése, ahol Urbain Le Verrier nevű csillagász és matematikus a következőt találta. Korábban már ilyen irregularitásokat találtak több bolygónak a mozgásában, a Merkuréban korábban, aztán az Uranuszéban. Nem pont úgy haladtak a bolygók a pályájukon, ahogy ezt a newtoni elmélet jósolta. Hasonlóan, de nem pontosan úgy. Most ugye, amikor a megfigyelés nincs összhangban a modellel, vagy az elmélettel, akkor a legtöbb természettudós azt gondolná, hogy biztos az elméletben van a hiba, rossz lehet a modell, de Le Verrier nem így gondolta, hiszen a newtoni elmélet annyira elegáns volt, annyira szép volt, hogy az nem lehet rossz. Inkább arra gondolt, hogy a megfigyeléseink nem eléggé teljes körűek. Ezeket a kisebb irregularitásokat a bolygók mozgásában azzal próbálta magyarázni, hogy létezik még egy bolygó, amit még nem fedeztünk fel, nem tudjuk hol van, nem tudjuk mekkora, és ez befolyásolja a többi bolygónak a pályáját. És ezt le is ült, és végig is számolta, és sikerült is kiszámolnia, hogy hol és mekkora tömegű bolygónak kell lennie ahhoz, hogy pont azokat a megfigyeléseket lássuk, amiket a csillagászok leírtak. El is küldte ezt egy berlini obszervatóriumba, megmondta, hogy hova kell nézni az égen, csillagászok oda néztek, és megtalálták a Neptunuszt. Tehát ez a matematikának az erejét nagyon markánsan mutatja, hogy egy szobában ülve, papírral, ceruzával számolgatva fel lehet fedezni egy bolygót. Most ugorjunk kicsit mielőtt a 21. századra ugranénk, még egy ilyen kis történeti megjegyzést tennék. Ugye ez többször előfordul, hogy ugye az adatok és a modellek azok nincsenek egymással összhangban. Velem is előfordult még a koronavírus járvány idején is, hogy olyan adatokat kaptam valahonnan, amit nem lehetett semmilyen modellhez se hozzáilleszteni. És akkor visszakérdeztem, hogy biztos jók ezek az adatok, és kiderült, hogy az adatok voltak ott is hiányosak, illetve pontatlanok. Ráadásul még egy csavar is van ebbe a történetben, ugyanis Newton 1666-ban házi karanténban volt vidéki birtokain, miután az angliai nagy pestis járvány miatt a Cambridge Egyetemről is mindenki elment, Newton is a család vidéki birtokaira költözött, és ott dolgozott, és nyilván ott más izgalmas tennivalója nem volt, kidolgozta a kalkulus, a differenciális integrál számításnak az alapjait. Tehát így egy nagy járványnak, illetve Newton házi karanténjának köszönhetjük tulajdonképpen a tudományterületnek a kialakulását. És akkor most ugranék a 21. századra. Másfél évvel ezelőtt készült egy nagyon komoly tanulmány, egy jelentés az Egyesült Királyságban, ami egy 68 oldalas könyv, közel 40 különböző szakértő készítette, nem csak matematikusok írták, nagyon szép dolgokat mond a matematikáról, de nem csak matematikusok írták ezt a jelentést, hanem különböző tudományterületek képviselői, de nem csak az akadémiai szféra, hanem a gazdaság, illetve a kormányzati szférából közreműködő szakemberek írták együtt ezt a 68 oldalas könyvecskét, aminek azt a címet adták, hogy a matematika korszaka. Néhány idézetet szeretnék itt felsorolni ennek a jelentésnek az összefoglalójából. Először is kijelentik már a legelén, hogy a matematika korszakában élünk. A matematika hatása átjár minden gazdasági és társadalmi tevékenységet. Ennek ellenére még mindig nem értjük pontosan a szerepét, jelentőségét, nem használjuk ki annyira az előnyeit, mint amennyire ki lehetne, ez a túl keveset investálunk a matematikának a kutatására, művelésére, fejlesztésébe. És tulajdonképpen ez az egyik konklúziója ennek a jelentésnek,
nem csak, hogy a matematika korszakában élünk, hanem hogy a matematikának a hatása egyre intenzívebbé válik, és tulajdonképpen úgy pozícionálják a matematikát, mint az Egyesült Királyságnak egy ilyen stratégiai fontosságú ágazata, amiben ők a világon vezető szerepet kívánnak betölteni. Most a matematikát főleg a kapcsolódási pontok szempontjából tekinti, ez a matematikai tudományokról beszél, és arra fókuszál a jelentés, hogy a matematikai tudás hogy kapcsolódik más a különböző területeknek a problémáihoz, illetve hogy lehet azt oda átvinni, hogy annak az adott területnek a problémáit a matematika segítségével meg tudjuk oldani. Ugye itt bevezeti az ipari matematikának a fogalmát is, ami egy szélesebb körben kell itt értelmezni, tehát nem csak a gyártásról van szó, vagy hogy a gyárakban konkrétan legyártunk fizikai termékeket, hanem mindenféle olyan alkalmazott matematika ide tartozik, aminek az alkalmazása nem az akadémiai szférában van, tehát nem egy másik tudományterületet segít, hanem segítheti a gazdaság különböző területeit, ide tartozik a pénzügyi szféra is, de segítheti akár az egészségügyi szolgáltatóipart, vagy a különböző kormányzati szerveket. És az alkalmazott és elméleti matematika felosztás helyett inkább az impactful matematika fogalmát vezeti be, amit a nagy hatású matematikának tudnék nevezni. Olyan példákat is felsorol, olyan matematikai területeket, aminek az eredeti motivációja nem alkalmazás volt, mégis később különböző alkalmazásokban vált nagyon jelentősé a szerepe, ilyen a gráfelmélet, illetve a számelmélet egyes területei, amik például a modern informatikai rendszerek biztonságában, kódolásban nagyon nagy szerepet játszik napjainkban. És végigveszi, hogy milyen szektorokban van kimutatható hatása az Egyesült Királyságban a matematikának, a repülőgépek zajcsökkentésétől kezdve, mobiltelefonokon kép, videó tömörítések, a tengeraltjárók lopakodó üzemmódja, a sporteszközök fejlesztése, gyógyszerfejlesztése, és így tovább, milyen területen tudtak komoly kimutatható hatását látni a matematikának. És a matematikai tudományok ereje alfejezetben konkrét példák vannak innen, egy-kettőt ide kivettem, az egyik az angol meteorológiai szolgálatnak a munkája vagy működése, hogy különböző légköri jelenségek, meteorológiai jelenségek leírására parciális differenciálizált rendszereket használnak. Ezeket ugye numerikusan kell megoldani, tehát kellenek olyan matematikai módszerek is, hogy lehet ezeknek a megoldásait végig számolni, hogyan lehet az előrejelzések bizonytalanságát kvantifikálni, hogy meg lehessen mondani, mennyire vagyunk biztosak, vagy mennyire vagyunk bizonytalanok az adott előrejelzésben. És az angol Met Office-ban naponta 10 terabájtnyi adat keletkezik. Ez olyan óriási adatmennyiség, hogy nagyon komoly matematikai módszerek kellnek egyáltalán ennyi adatnak a feldolgozására, illetve az elemzésére. És egy ilyen időjárás jelentés, amit néha meg szoktunk nézni, akár a telefonunkon, hogy holnap napos idő várható, ez több millió sornyi kód és bonyolult algoritmusok alapján készül. Másik példa a brit kormánynak egyik tudományos tanácsadója, aki egy statisztikus, hogy ő milyen kormányzati intézkedések, törvények, mechanizmusok során használta a matematikát. Itt ilyen példák vannak, mint a határátkelők felgyorsítása, a különböző DNS profilokkal kapcsolatos bűnügyi adatbázisoknak a kérdése. A jelentés az tartalmaz idézeteket néhány más jelentésből is, ahol számszerűsítve is van a matematikának a szerepe, illetve nagyságrendje. Az egyik olyan a francia jelentés, amiben azt mondják, hogy az új technológiáknak, kulcsfontosságú technológiáknak mintegy 44%-a matematikához kapcsolódik. Hollandiában közel 1 millió magasan képzett munkavállaló van, aki a munkájában matematikai tudományokat használ, és azt vetítik előre, hogy ez jelentősen nőni fog ez a szám a jövőben. Hasonlóan több milliós munkavállalói kört látunk az Egyesült Királyságon, akik matematikát használják közvetett, illetve közvetlen módon. És van egy ilyen becslés is, hogy mennyi a megtérülése a különböző tudományágakba fektetett támogatásoknak. Például a mérnöki tudományokba, a műszaki tudományokba fektetett támogatások 88-szoros
mértékben térülnek meg. A fizikára 31 jött ki, kémiára 245, és a matematikára közel 600-szoros megtérülés van. Hogy lehet ilyen nagy a matematikának a megtérülése? Ugye az egyik oka az, hogy ha veszek mondjuk, ma másfajta befektetésbe gondolkodunk, vagy beruházásban, veszek egy gépet, amivel különböző feladatokat el tudok látni, akkor nyilván az nekem, ha jól ellátom azokat a feladatokat, jobb lesz a gyártásom, gyorsabb, olcsóbb, nyilván akkor ez nekem megtérül. De ugye a gépeknek van amortizációja. A matematikai eredményeknek nincs amortizációja. Azok örökké valóságnak szólnak. Tehát egyszer kidolgoztunk egy matematikai eljárást, ami egy gyártási folyamatot hatékonyabbá tesz, olcsóbbá tesz. Az minden egyes nap, amíg az a gyár működik, és ezt a módszert használja, az utána újra növelni és növelni és növelni fogja a megtérülést. A másik, amiatt ilyen nagy a megtérülése a matematikára fordított összegeknek, az a matematikának a relatív olcsósága. Más tudománytérlek, belegondolunk, ugye fizikában részecske gyorsítók és egyéb óriási gépezetek, de az élettudományokban is a legmodernebb laboratóriumi felszerelések ugye nagyon sok pénzbe kerülnek, nagyon nagy összegbe kerül ezeket megépíteni, üzemeltetni, fenntartani. Matematika ehhez képest nagyon olcsó. Itt igazából csak a matematikusokra van szükség, de a szürke állományra. És ajánlásokat is megfogalmaz ez a brit jelentés. Nagyon sok ajánlást, itt néhányat csak kiválogattam. Egyik fő megalapítás, hogy jelentősen bővíteni kell, például a doktori képzésben résztvevő, matematikus doktori képzésben résztvevő hallgatóknak a számát. Ezt a bázist jelentősen bővíteni kell, különböző intézkedéseket javasol, hogy lehetne a matematika alkalmazásait jobban hasznosítani. És van egy ilyen konklúzió is, hogy a matematikának a pénzügyi támogatását minimum a háromszorosára kéne emelni. És egy későbbi sajtóhírt ide beidéznék, ahol idén januárban jelentették be, hogy 300 millió font extra támogatást kap a matematika az Egyesült Királyságban a következő 5 évre. Tehát ez a mostani, már most is viszonylag komoly támogatáson felüli összeg. Jó, mutatnék néhány példát arra, hogy a matematikának különböző szintű fogalmait hogyan lehet alkalmazni különböző problémákra. Ugye amikor arról van szó, hogy a matematika mindenhol jelen van, mindenhol ott van, akkor a legtöbben arra gondolnak, persze, mert számok mindenhol vannak, összeadni kell. Ugye nyilván a matematika nem erről szól csak. És itt azt szeretném ezzel bemutatni, hogy alacsonyabb szintű matematikai tudástól, alaptudástól a legmagasabb szintű matematikai tudásig minden szintet lehet alkalmazni való életbeli problémák megoldására. Így gyorsan végig mennék rajtuk. Ugye az általános iskolai matematika tudásunk az nagyrészt ilyen alapvető számolási készségek, illetve logikai készségek, amit ilyen hétköznapi helyzetekben használnak az emberek, hogy mennyi a visszajáró pénz a boltban, mennyi festéket kell venni, ha ki akarom festeni a szobámat, ha egy receptet, egy ételrecept 4 főre szól, de én 8 vendéget hívok, akkor hogy kell az összetevőket megvásárolnom, és így tovább, ezek az alapdolgok. Ugye középiskolában már több matematika van, én abból a Pitagorasz tételt választottam most ki, azért, mert szegény Pitagorasz tétel az ilyen internetes mémeknek a céltáblája szokott lenni, mert két prototípusa van, de nagyon sok verzióban létezik. Az egyik ilyen verzió, hogy az iskolában nem tanultam semmi hasznosat, nem tanultam az adózásról, hogy kell házat vásárolni, hogy kell életrajzot írni, hogy kell biztosítást kötni, de bezzeg a Pitagorasz tételről arról mindent megtanítottak nekem. Ez az egyik típusú ilyen mém. A másik, amikor hát ilyen különböző élethelyzetekbe levő embereket ábrázolnak, és akik azt mondják, hogy na megint eltelt egy nap anélkül, hogy használnom kellett volna a Pitagorasz tételt. Most mind a kettőt mémet meg fogom cáfolni a következőkben. Tehát aki ezt az elsőt írja, hogy ő bezzeg az adózásról nem tanult, persze arról is fontos lenne tanulni, nem ezt akarom megkérdőjelezni, de hogy bezzeg a Pitagorasz tételről mindent tudok, garantált, hogy nem tud mindent az illető a Pitagorasz tételről, sőt, aki ezeket megosztogatja, szerintem nem is tudná kimondani a tételt se. Itt van például ez a könyv, nagyon szép könyv, amiben 367 bizonyítás van a Pitagorasz tételről. Tehát én kétlem, hogy az illető, a Facebookos illető ezeket mind ismerné, és még aki ezt mind ismeri, még ő se tud mindent
a Pitagorasz tételről. És a, hát itt van egy ilyen nagyon szokásos átdaraboláson alapuló bizonyítás közül a kis animáción, de ami alatta van az a forgó kerekes, az egy nagyon érdekes, mert az egy empirikus igazolása a Pitagorasz tételnek. Ugye nem egy matematikai bizonyítás, de ugye, hogy ez a valóságban is ott látjuk a Pitagorasz tételt működni. De vannak persze igazi alkalmazások is. De amikor megkérdezik az iskolába tanárokat, hogy de mégis mire jó nekem a Pitagorasz tétel, hát sokszor ilyen tankönyvekben is ilyen példák vannak, hogy például kutyaolat szeretnék ácsolni, és akkor ugye itt vannak derékszögek, meg átfogók, befogók, hogy mekkorára kell vágnom a léceket, hogy stimmeljen a kutyaolnak a teteje. Jó, de azért ennél mérehatóbb dolgok is vannak, ugyanis a Pitagorasz tételnek a minden napot átható alkalmazása az, hogy ennek a segítségével tudunk koordináta rendszerben távolságokat számolni. Tehát minden egyes alkalommal a navigáció során, a GPS-ünk, amikor közlekednek a járművek és navigációt használnak, mindig a Pitagorasz tétel nélkül egymásnak ütköznének a hajók, és össze van az egész világkereskedelem. És ez minden nap állandóan folyton használatban van, amikor csak koordináta rendszerben távolságokkal foglalkozunk. Egy másik, amit ugye a BSC szintre lőttem be, az exponenciális függvénynek az ismerete, ami megint csak nagyon sok gyakorlati példába felbukkan, baktériumok szaporodása az egyik ilyen, vagy amikor egy invázív faj megjelenik egy új helyen, és nagyon gyorsan elkezd szaporodni, de a kamatos kamat a hitelfelvétel befektetésnél, tőzsdei árfolyamoknál, még az informatikában is a Moore törvénynek nevezik azt, hogy a számítási kapacitások adott idő alatt duplázódnak, exponenciálisan lecsengő radioaktív bomlásnak a folyamata alapján végzünk kormeghatározásokat, radioaktív kormeghatározást, és ugye a járványterjedésnél is felbukkan. Ugye exponenciális függvény olyan folyamatokat él, amikor adott időközönként megtöbbszöröződik valami, vagy más kicsit máshogy is meg lehet fogalmazni, amikor valaminek a növekedése arányos annak a dolognak az aktuális mennyiségével. És azért is lenne jó, ha többen értenék az exponenciális függvényt, volt egy tanulmány erre, hogy a járványügyi intézkedéseket jobban elfogadják azok, akik értik az exponenciális függvényt. Tehát ez egy amerikai akadémiának a tudományos folyóiratában jelent meg ezzel kapcsolatos vizsgálat. Tehát akik jobban meg tudták becsülni, hogy egy exponenciálisan induló folyamat hol fog tartani adott idő múlva, ugyanazok az emberek voltak azok, akik sokkal inkább elfogadták az értelmét a járványügyi intézkedéseknek. Akik rosszul becsülték meg, hogy hol fog kifutni ez a folyamat, azok pont azok az emberek voltak, akik bagatelizálták ezeket a dolgokat. Jó, a mester szinten csak egy példát választom, a navigációról úgyis volt szó, de extra algoritmus, ami egy gráfban, gondoltunk úthálózatra is, megkeresi a legrövidebb utat két pont között. Ezt is, ennek nem pont ezt az algoritmus, de annak ennek továbbfejlesztett változatait használjuk megint napi szinten telefonjainkban, amikor útbaigazítást kérünk. És akkor végül említenék egy még magasabb szintű matematikai fogalmat, ami a alkalmazásokba bekerült, és a saját kutatásomhoz kicsit kapcsolódik, ez a centrális sokasságok, ami ilyen doktori szintű, doktori képzésbe fölmerülő fogalom, ami tulajdonképpen egy dinamikus rendszerbe azoknak a pályáknak, vagy a trajektóriáknak az összessége, amik mondjuk egy egyensúlyi ponthoz közel vannak, de se nem exponenciálisan közelednek hozzá, se nem exponenciálisan távolodnak tőle. Vagy egy periodikus pályának a közelében ugyanilyen tulajdonsággal. Tehát ezek azok a megoldások, amiről az elsőrendű közelítésből nem tudunk semmit mondani. És ez tulajdonképpen a 60-as évek végén alakult ki ez a fogalom, és a 70-es években kezdett el egyszerűbb egyenletrendszerekre úgy elterjedni, meg úgy alaposan kidolgozták, és akkor utána bővítették egyre bonyolultabb modell típusokra, vagy egyenlet típusokra, utána parciális differenciáljátekre, utána időkésletetéseket tartalmazó differenciáljátekre is kidolgozták centrális sokasságok elméletét, és ezzel nagyon jól lehet magyarázni például az Uránusznak a Szaturnusznak a gyűrűit is, hogy visszakanyarodjak megint az égi mechanikához,
És ez a matematikai fejlődésnek a végén ez a fogalom, illetve ennek a számítási módja beépült a mérnöki gyakorlatba. Tehát ez a, amikor valaminek megváltozik a stabilitása, mondjuk egy gépet egyre gyorsabban hajtunk, és elveszti a stabilitását, akkor ennek a stabilitás vesztésnek, vagy bifurkációnak nevezünk, annak a leírásában ez egy kulcsfontosságú fogalom. És hogy megértsük, hogy lehet a gépet stabilan tartani, nagyobb teljesítmény mellett, ott a mérnökök ezt, például a Műszaki Egyetemen is Stépán Gáborék csoportjában, ez nekik munkaeszközük ez a fogalom, egy centrális sokasság, ami a legmagasabb szintű matematikából jön. Szeretném még mutatni néhány jó példát külföldről. Az egyik, én is eltöltöttem közel 2 évet az Oxfordi Egyetemen. Az Oxfordi Egyetem Matematika Intézete az egyik legtekintélyesebb matematika intézet a világon, vagy talán a legtekintélyesebb. És ilyen dolgokról nevezetes például, ott dolgozik Andrew Weiss, aki megadta a bizonyítást Fermat híres sejtésére, és ezért Abel-díjban is részesült 2016-ban. Ugye matematikából nincs Nobel-díj, de az Abel-díjat szokták a matematikai Nobel-díjak nevezni az elmúlt időszakban, és a Szemerédi Endrét említem, aki szintén ebben a díjban részesült, de oxfordi matematikus azért Nobel-díjat is tud kapni, de mostani nemrégi hírje, Roger Penrose a fekete lyukak matematikájához hozzájáruló munkáért kapott fizikai Nobel-díjat. Tehát ezekről a tudomány legmagasabb szféráiban levő eredményekről nevezetes az Oxfordi Egyetem Matematikai Intézete, de ugyanakkor az alkalmazott és ipari matematikát is a legmagasabb szinten művelik. Sőt, van erre egy külön központjuk is, külön ipari fókuszú matematikai doktori programmal, ahol ugye a matematikus doktoranduszok vállalattal közösen dolgoznak ipari problémákon, amik szintén nem könnyűek, és nagyon magas szintű matematikát igényelnek, a folyékony lítium áramlása a fúziós erőművekben. Hogy fognak szétterjedni az olajfoltok? Hogyan kell a gőzturbinákat optimalizálni, vagy a szélerőműveket, és így tovább. És ez nagyon jól megfér egy intézetben, ez a kétfajta tevékenység egymás mellett, és mint látjuk, ez az egyet intézetüknek a honlapjáról van, milyen sok és széleskörű, mindenféle területen dolgozó nagyvállalat igénybe veszi az Oxfordi Matematika Intézetnek a tudását. Egy másik példa Németországból, néhány évvel ezelőtt, a 2002-ben alapították ezt a Mateon nevű matematikai kutatóközpontot több Berlin egyetemnek a kooperációjában, aminek pont ez az egyik célja, hogy a kulcsfontosságú technológiák modellezésére, szimulációjára, illetve optimalizálásra szolgáló új matematikai módszereket fejlesztenek ki. És egyik legnagyobb eredményüknek tartják egy olyan új matematikus generációnak a kinevelését, melyik otthonosan mozog ezeken a területeken is. Ez a Mateon központ 223 kutatót alkalmaz, és nagyon sok például orvosi klinikai kutatásban, egyéb orvosi projektekben vesznek részt, de itt van a többi példa is, az optikai technológiák, infrastruktúra fejlesztés, fenntartható energiák, ilyen területekkel foglalkoznak ott a matematikusok. És ezeket a területeket, szertágazó területeket a Matematika Intézet fogja össze. Vannak erre szolgáló európai hálózatok is, az egyik a Ipari Matematikai Európai Konzorciuma, aminek egyébként a konferenciája nemrég, 2 évvel ezelőtt éppen Budapesten volt, meg intézmények a tagjai Magyarországról is több intézmény részt vesz benne. Ez van egy másik szervezet, ami pedig országos szervezeteknek az európai szervezete, az EUMATSIN, aminek szintén ez van a fókuszában a matematikának, a magas szintű matematikának az ipari alkalmazásai. Erről készítenek különböző anyagokat rendszeresen, illetve európai projekteket szerveznek. És ennek van egy magyar tagja is, ami nemrég jött létre 1-2 évvel ezelőtt, a HUMATSIN a neve, ahol itt Magyarországon is futnak ilyen kutatások. Ilyen példákat tudok itt említeni, hogy az önvezető autók hogyan lássanak jó ködben,
vagy hogyan vegyék észre, hogyha ideiglenesen átfestik a sávot mondjuk útépítés miatt, hogy nem a régi sávba kell menni, hanem az új sávba kell menni. De akár itt a gépjárműiparban a kipufogók halkítása, egészségügyi diagnosztikai rendszerek tesztelése, és így tovább, ilyen témák. Ilyen kutatások Magyarországon is vannak. Jó, milyen karrier lehetőségeket rejt magában, ha valaki alkalmazott matematikus? Ugye még 2009-ben jelent meg először egy ilyen lista a Wall Street Journal, hogy mi a legjobb szakma, egyszerűen mi a legrosszabb. És itt az első helyen a matematikus szerepelt, hogy a legjobb szakma a matematikus. Ugye az utolsó helyre a favágók szorultak, az a 200. szegények, ők a legrosszabb szakmát művelik. És én akkor egyébként írtam is, és a média is átvette, és akkor voltak olyan kollégáim, akik azt hitték, hogy ez egy ilyen média hack, hogy jó megtrifáltam mindenkit, hogy a matematikus a legjobb szakma, de ilyen elemzések évről évre jelennek meg, nagyon sok ilyen nagy karrier portál van, főleg az Egyesült Államokban, de más országokban is, akik elemzik a munkaerőpiacot, és különböző szempontok szerint rangsorolják a szakmákat, hogy melyik a legjobb. Itt van az egyik ilyen legismertebb, ez a CareerCast nevű oldal, és itt van 2019-ben, hogy szerintük mi a 10 legjobb szakma. És akkor itt ugyan nem az első a matematikus, az első 10-ben benn van a 8. helyen, de ami érdekes, hogy tulajdonképpen az összes többi, nem az összes, de majdnem mindegyik valójában matematikus, vagy kapcsolódik hozzá, az első helyen van az adattudós. Második helyen van a statisztikus. Ugye ezek is félig meddig matematikusok, vagy talán egészen. Olyan, hogy hát az egyetemi professzor az Egyesült Államokban az egy nagyon jó szakmának számít, ilyen matematikus lehet egyetemi professzor is, és akkor itt vannak még információs rendszerek biztonsági elemzője, a 8. helyen maga a matematikus, operáció kutatással foglalkozó szakember, ugye az is matematikus, ez az aktuárius, ami ugye a biztosítási matematikus. Tehát a legjobb 10 szakmának a többsége, az tulajdonképpen matematikus. Csak nem mindig ezen a néven. És hogy egy sajtóhírt említsek Magyarországról, meglendült a kutatóknak a bére, persze az ipari szférában, nem az egyetemeken, és már akkor is ilyen 1 millió forint fölötti fizetések voltak szenior kutatóknak, és a legmagasabb béreket kutatók közül is a mesterséges intelligencia, illetve a gépi tanulás területén dolgozó kutatók, fejlesztők kapják, ami szintén erősen matematikára épül. Hogy mi várhat, mit lehet ebből prognosztizálni? Az OECD-nek volt egy ilyen összeállítása, a különböző országokban mennyi az aránya a keresett munkaerő közül, mennyi az aránya azoknak az állásoknak, ahol különösen magasan kvalifikált munkaerőt keresnek. És a Finnországban már 90% fölött volt, tehát ott az állás hirdetések több mint 90%-a kifejezetten magasan képzett munkaerőt keres, és látjuk, hogy Magyarország itt viszonylag hátul van az OECD-nek a listáján, de ugye igyekszünk azért mi a másik irányba. Tehát az lenne ugye a jövőképünk, hogy felzárkózunk ezekhez az országokhoz, ami azt jelenti, hogy az a kettő együtt jár, hogy egyre több magasan képzett, matematikailag is magasan képzett munkavállalóra lenne szükség. És ugye a cég nevét nem mondom, de ugye Magyarországon van egy nagy pénzügyi vállalatnak matematikai modellező csapata, és ők is állandóan keresnek jól, matematikailag jól képzett munkavállalót, és nem mindig találnak könnyen. Itt van néhány ilyen állásajánlat, ahol különböző ilyen nem matematikus címszónak futnak ezek se, de ilyen adatelemző, kockázatelemző és ehhez hasonló elemző munkakörökben matematikusokat is előszeretettel várnak. És tulajdonképpen már ezen a területen az igazán jó szakemberekből hiány is van az országban, aminek komoly Magyarország már lassan gazdasági kárát is látja, mert nagyon sok ilyen vállalat van, amelyik a központját már nem Budapesten fejleszti tovább, vagy nem itt bővít, hanem mondjuk Varsóban bővít, vagy éppen tovább megy Romániába. Úgyhogy ezek a munkahelyek ugye magas fizetéssel járnak, magas hozzájadott értéke van a gazdaság számára, hogy egy országnak a pozícióját a világgazdaságban erősen meghatározza, hogy mennyi ez a matematikai kapacitás, ami rendelkezésre áll.
És ha megnézzük az alkalmazási területeket, akár az én volt diákjaim milyen területeken dolgoznak, rengeteg alkalmazási terület van, itt csak de még lehetne folytatni ezt a sort, és ebből azt a konklúziót szeretném levonni, hogy ugye van itt a gyógyszerfejlesztéstől kezdve a járműiparig minden, hogy aki matematikát tanul, az tulajdonképpen utána még bármivel foglalkozhat. Ugye nagyon sok olyan szak van az egyetemen, ha valaki azt a területet elkezdi, akkor tulajdonképpen az meghatározza, hogy mivel fog foglalkozni utána. Aki a matematikát választja, nagyon széles körű lehetőségek vannak, mert a matematika alkalmazható, ez a tudás, a matematikai tudás a leginkább átvihető egyik területről a másikra. Ezzel szemben ekkora a hallgatói érdeklődés, itt kivettem a statisztikát, hányan jelentkeztek matematika szakra Magyarországon, egyetemi alapszakra, és a statisztika eleje kicsit csalóka, mert egy ideig össze volt ez vonva a tanároknak a számával, ugye 2013-tól újra külön vált tanárképzésen matematika BSC, de azt látjuk, hogy egy ilyen 200, kicsit 200 fölötti szinten stagnál lényegében a matematikát tanulni kezdő diákoknak a száma az egyetemeken. Most mekkora ez a szám? Tehát mit jelent ez a nagyságrend? Ez egy nagyon kicsi szám. Ha például csak az Oxford Egyetemen van ennyi matematika szakos hallgató. És ott az összes szakkal összehasonlítva ez a táblázat mutatja, matematika az egyik legnépszerűbb szak. Ugyanannyi matematikusuk van, mint jogászuk alapszakon, vagy mint orvosuk nagyságrendileg. És az összes alapszakos hallgatójuknak 6%-a matematika szakos. Ugyanúgy Berlinben, a berlini Műszaki Egyetemen korábbi évi 300-ról az elmúlt években 600-ra nőtt azon hallgatóknak a száma, akik matematika szakot kezdik. És ez egy egyetem Berlinben. Most ez azt jelenti, ennek Magyarországra nézve is komoly következményei lesznek. Azt jelenti, hogy Berlinben ugye ez utána tovább megy, ha kevesen kezdik az alapszakot, még kevesebben jutnak el mesterszakig, onnan még kevesebben akár a doktori szintig, és azt jelenti, hogy a legmagasabban képzett kategóriában Magyarországon egy nagyságrenddel kevesebben lesznek, mint mondjuk Berlinben. Ami azt jelenti, hogy az új technológiáknak a fejlesztése, a 21. századnak a kulcsfontosságú fejlesztései, azok Berlinbe fognak sokkal inkább összpontosulni, mint Magyarországon. Tehát ez nagyon fontos, hogy ebbe ne maradjunk, ne nőjön tovább a szakadék, inkább próbáljunk felzárkózni a globális fejlődésnek a motorjait jelentő országokhoz. És erre meg is lennének az alapjaink. Ugye a magyar matematika az nagyon erős. Ugye nem csak van néhány nagyon közismert világhírű matematikusunk, ugye Lovász László vagy Szemerédi Endre, aki ugye a szélesebb közönség körében is ismert, de van még nagyon sok, akik ugye a szélesebb közönség körében nem ismert nevek, de a saját szakterületükön a világ élvonalában vannak. És a matematika erősségét mutatja az is, hogy a legmagasabb szintű kutatási támogatások, amiket el lehet nyerni, azok az Európai Kutatási Tanács, az IRC-nak a pályázatai, és az összes Magyarországra érkezett pályázatnak 20-25%-a matematika. Ez nem mind a matematikai zsűrinél van, de voltak a műszaki, illetve informatikai területen is olyan pályázatok, amik nagy részt vagy jelentős részt azért matematikát tartalmaztak. Miközben a matematikának, az egész matematikának a szelete, ugye európai szinten, az 2-3% csak az összes pályázat közül. Eközben ezeknek a súlya Magyarországon 20-25%, ami a tudománynak a legmagasabb szintjén egy tízszeres felülreprezentálást jelent. És igazából ez még az egyetemeinknek a pozíción is látszik, amikor a Virág ranglistán, ahol készítenek matematika ranglistát, ott jobban szerepelnek az egyetemeink, mint az általános listánkon. És akkor végezetül szeretnék bemutatni egy-két talán szokatlannak tűnő alkalmazást még. Az egyik az élsport. Itt egy vitorlás látható, amivel megnyertek több nagyon rangos Amerika kupa és egyéb versenyeket. És ez egy svájci versenyző, aki ezeket, vagy a svájci hajó, ami ezeket a nagy díjakat elnyerte. És akkor ugye sokan kérdezték, hogy lehet az, hogy Svájc nyeri ezeket a versenyeket, a vitorlás versenyeket, mikor Svájcnak nincs is tengere. A nagy hajós nemzeteket mind megelőzi. És ugyan tengerük ugyan nincs, de matematikusaik vannak.
tehát sőt kiváló matematikusaik vannak, így nyernek vitorlás versenyeket. Ugye ezt a hajót is egy matematikus csapat tervezte, sőt még a verseny közben is segítenek, hogy optimálisan működtessék a maguk a hajósok ezt a hajót. Sőt, aki ezt a cikket írta, Quarteroni professzor, egyébként volt Magyarországon az elmúlt években többször is, aki szintén részt vett ennek a hajónak a kifejlesztésében. Több cikk is megjelent, hogy a tavalyi év végén, ugye ez az idei évnek az elején erről a témáról, hogy hogyan segített a matematika abban, hogy a Liverpool lett a világ egyik legjobb futballcsapata. Ugye a Liverpool egy külön adattudományi és matematikai tímet alkalmaz, ahol nagyon képzett emberek vannak, akik Oxford, Cambridge-i végzettséggel, PhD végzettséggel is. És ez a külön adatelemző csapatuk, az elemzi, kvantifikálja a játékosoknak a teljesítményét, képességeit, a játéknak a dinamikáját, hogy lehetne összerakni, sőt, az igazolásait, a játékos igazolásokat az elmúlt években mind ennek az adatcsapatnak az elemzései alapján hajtották végre, melyik az a játékos, akivel a legjobban össze lehet rakni a csapat dinamikát az edzőnek az elképzelése alapján. És ez az elmúlt időszakban vált egy nagy szenzációvá, amikor ez jobban bekerült a köztudatba, hogy a Liverpoolnak annyira segítettek a matematikusok. Egy másik ilyen példa Hollywoodból származik. Itt egy kaliforniai matematikus, aki, hát ilyen itt is látható bonyolult egyenletek segítségével, különböző ilyen animációs filmeknek a létrehozásában segít, többek között ilyen Disney moziknak a készítésében, azzal, hogy hogyan legyen minél élethűbb a szereplőknek a mozgása. De még külön a parciális differenciáteket megoldották arra, hogy amikor valaki sétál a hóban, és lábnyomokat hagy, hogy az pontosan úgy történjen, ahogy a valóságban is történne. Ehhez leszimulálták, parciális differenciáteket numerikusan megoldották, leszimulálták a havat, és hogy valaki lépked a hóban. Vagy amikor valaki egyik figura ugye mozog, hogy gyűrődik a ruhája, a hónaljánál mi történik, és itt, hogy ez teljesen élethű legyen. Sőt, egy másik, voltak már ugye a díjakról szó, ugye, hogy a matematikai Nobel-díj nincs, de mégis azért Nobel-díjat is kap néha matematikus, de még Oscar-díj is jut matematikusnak. A kanadai matematikus Oscar-díjat kapott egy-két évvel ezelőtt, a vizuális effektek kategóriában, hogy különböző jelenségek a filmekben hogyan tűnjenek realisztikusnak. Ilyen például volt egy ilyen, amikor tűz ütött ki egy űrállomáson, és akkor a súlytalanságban hogy nézne ki egy realisztikus tűz. És ő egyébként ilyen komoly matematikai könyvet is írt erről, és itt van egy filmeknek a listája. Itt van itt minden, amiben ő közre működött, a Harry Pottertől kezdve a Csillagok háborúján át, a Karib-tenger kalózaiig, rengeteg filmben, és ezért Oscar-díjat is kapott. Jó, végezetül egy másik, talán még szokatlanak tűnő alkalmazást említenék. Ez a matematikai onkológia, vagyis hogyan segít a rákkutatásban a matematika. Itt tulajdonképpen a matematikának az a szerepe, mint ez a diagram bemutatja, van egy biológiai folyamat, most itt egy ilyen kemoterápiának egy ilyen leegyszerűsített modellje van, akkor azt próbáljuk egyenletek formájában leírni, hogy mi történik a sejtekkel, mi történik a gyógyszerrel, ezeknek mi a kölcsönhatása. És ugye ebben a matematikai modellben ugye vannak változóink és vannak paramétereink. Most, hogyha vannak nekünk valódi pácienseink, néhány páciens, akinél rendszeresen vizsgálatokat végzünk, akkor nekik meg tudjuk állapítani ezeket a paramétereket. Milyen gyorsan nő a tumor benne például, hogy reagálnak a tumorsejtek adott kemoterápiára. És akkor ebbe ez a kis paraméter tér itt, abba el tudjuk helyezni ezeket a pácienseinket, az ő saját paramétereik szerint. De igazából ezt a paraméter teret mi most már ki tudjuk tölteni. Tehetünk egy virtuális pácienst mondjuk ide, ezekkel a paraméterekkel. Egy másik virtuális pácienst oda. És megnézhetjük, hogy mi történik, hogyan zajlana le
ennek a tumornak a növekedése egy ilyen másik virtuális páciensbe. És akkor csinálunk egy ilyen egész populációját a virtuális pácienseknek, és akkor különböző ezeken nézzük különböző terápiáknak a hatásait. Ha ennyi időközönként ilyen koncentrációú drogot használunk, vagy ilyen kombinációval, akkor mi történik a virtuális páciensekkel? Ezt úgy hívják, hogy in silico vizsgálatok, amikor tulajdonképpen egy számítógépen szimulálva végezzük ezeket a vizsgálatokat. És itt van még egy idézet az egyik ilyen filantróp alapítvány elnökétől, hogy rákutatásra már milyen dollármilliárdokat költöttünk, nagyon sokan, nagyon hosszú ideje, nagyon keményen dolgoznak rajta, de még mindig nem sikerült teljesen legyőzni, és még újfajta megközelítésekre is szükség van. Az egyik ilyen lenne az alkalmazott matematika. És a hölgy szerint, az alapítvány elnöke szerint, ugye ezek a matematikai készségek, ezek nélkülözhetetlenek lesznek. Rá kell lenni háborúban. És akkor erre konkrét példa, ahol én is voltam a floridai Moffitt nevű rákutatóközpont, ami kórház és kutatóintézet is egyben, ez egy óriási komplexum, 6200 alkalmazott dolgozik ott, és van nekik egy külön matematikai, onkológiai osztályuk, ahol matematikusok együtt dolgoznak onkológusokkal, kísérleti biológusokkal, és tovább ilyen interdisziplinális környezetben, sőt, klinikai vizsgálatok alatt vannak matematikai alapon fejlesztett terápiáik is. Ugye a matematika segítségével próbálják ugye előrejelezni azt, hogy egy adott terápiára hogy reagálna egy tumor, és akkor előre, mint egy sakkban, előre meg lehet tervezni a lépéseket, hogy utána mi legyen a következő lépés, és így próbálják ugye, hát legyőzni a rákot. Jó, végezetül összefoglalnám néhány ilyen kijelentésben, amiről eddig szó volt. Tehát a modern technológiáink, a gazdaság és az innováció is egyre inkább a matematikára épülnek. Matematikailag magasabb képzett munkaerő nagyon keresett, és egyre keresettebb lesz az egész világon. Az alkalmazott matematikus szakma az egy kiváló karrier lehetőség. Minden szempontból, mind a fizetés előremenettel, mind a feladatoknak az érdekessége szempontjából. És ez a karrier, ez nagyon sokaknak nyitva áll. Nem csak azoknak, akik az első helyezéseket érik el az országos versenyeken. A vállalatok nem csak ezeket az embereket, sőt, nem elsősorban nem is őket keresik, hanem olyan szorgalmas, matematikához azért érzékkel rendelkező diákokat, akik kellően kedvelik a matematikát, és képesek megtanulni ezeket a magasabb matematikai módszereket, és alkalmazni. És azt is még egyszer kiemelném, hogy a matematika alkalmazásaiban a legmagasabb szintű matematika is fokozatosan, vagy folyamatosan beépül. Tehát amikor a matematika alkalmazásáról van szó, az nem feltétlenül, sőt általában nem csak a egyszerű, vagy egyetemi szintű, alapszintű matematikát jelenti, hanem legszofisztikáltabb, legmagasabb szintű matematika is be tud épülni gyakorlati alkalmazásokba. És újabb területeken használják a matematikát, amire akár 10-20 évvel ezelőtt nem is gondoltunk volna. Itt mutattam a példákat. És még egyszer mondom, hogy a 21. században egy országnak a versenyképessége, hogy a globális hierarchiában hol lesz az országnak a szerepe, az nagyon erősen fog függeni annak az országnak a matematikai potenciáljától, a matematikailag magasan képzett munkavállalóinak a számától, illetve az ő képességeiktől. Jó, és akkor valakit még mindig nem győzött meg, akkor itt a Ellen Gorelli professzornak egy idézetét tettem be ide a végére, aki Szegeden volt nálunk tavaly. Ő az OKM igazgatója Oxfordban, és akkor alkalmazott matematikáról szóló kis könyvecskének a szerzője, aki azt írja a bevezetőjében, hogy alkalmazott matematika úgy viszonyul az elméleti matematikához, mint a rockzene a komoly zenéhez. Úgyhogy én annyira alkalmazott matematikus vagyok, hogy én nagyon kemény rockzenét szeretem egyébként. Úgyhogy ezzel meg is köszönném a figyelmet. Köszönjük szépen a lenyűgöző előadást. Néhány kérdés beérkezett. Az egyik, az felolvasnám, az arra vonatkozik, azt írja
a kérdező, hogy a kvantumalgoritmusok, hálózatelmélet, mesterséges intelligencia. Ezek szinte közhelyesen felmerülnek a jövő matematikájával kapcsolatban. Van-e olyan nagyon ígéretes irány, amit egyelőre leginkább a szakmabeliek ismernek, de várhatóan talán hamarosan az átlagember is hallhat róluk? Na, ez egy nagyon jó kérdés. Igen, a kvantumalgoritmusok, hát sajnos nem fog tudni nagyon jól választani a kérdésre, mert nem vagyok ezeknek a területeknek a szakértője, de nyilván nagyon nagy várakozások vannak. Tehát mind a három területtel szemben, a mesterséges intelligencia, a kvantumalgoritmusokkal szemben óriási várakozások vannak, hogy ezek majd áttörést hoznak rengeteg területen. Ugye a kvantumalgoritmusokkal korábban elképzelhetetlennek tűnő számítási feladatokat tudunk megoldani. A mesterséges intelligenciának is az alkalmazási körei egyre szélesednek, tehát ott is nagyon nagy várakozások vannak, hogy ilyen problémákban, mint a rák gyógyítás, ami már szóba került, hogy ott majd mesterséges intelligencia áttörést fog hozni. De hogy az ilyen speciális állásáról ennek a tudományoknak, vagy hogy melyik az a terület ezen belül, ami most a közeljövőben az első áttörést hozhatja, hát erre sajnos nem tudok válaszolni erre. Felmerült egy kérdés, ami többé-kevésbé várható volt az egyik témával kapcsolatban, nevezetesen, hogy tudnak-e segíteni a magyar matematikusok a magyar foci válogatottnak, hogy a tegnapi nagy siker után ez is segíthesse őket? Igen. Hát tudnának. Tehát nyilván tehát ehhez azért speciálisan képzett emberek kellnek, nyilván tehát ott az adattudomány Angliában, az se az egyik pillanatra a másikra jött létre, tehát annak volt egy több éves felépülési periódusa, hogy egyre intenzívebben kezdték elemezni a labdarúgó meccseken történteket. Egyébként volt nekem egy kollégám Oxfordban, akivel ugye egy kutatócsoportban voltunk, aki egy ilyen vállalatnál volt gyakorlaton Londonban, amelyik ilyen szolgáltatást nyújtott, hogy elemzéseket végzett profi labdarúgó kluboknak a rész a számára, mégpedig azt, hogy kielemezte, ilyen számítógépes algoritmusok, matematikai algoritmusok segítségével kielemezte az ellenfélnek az elmúlt 40-50 mérkőzését, és korábban ezt emberek végezték, hogy leültek a tévé elé, vagy a számítógép elé, végig most mondjuk az volt a kérés, hogy az ellenfél tipikusan milyen szögleteket rúg, vagy milyen szabadrugásokat rúgott, hogy mozognak a játékosok, hogy kombinálnak. És akkor ült egy ember, és végignézett 40 futball mérkőzést, és a videószalagon bejelölte azokat az időpontokat, amikor szöglet van, amikor szabadrugás van, és így tovább. Ez egy nagyon munkaidőigényes feladat, és akkor ezekből összevágták először azokat a szituációkat, amire kíváncsiak voltak, és utána azt elemezték, hogy ezt automatizálni ezen dolgozott. Tehát, hogyha a számítógép maga felismerje, hogy most egy szögletrugás következik, eddig kell figyelni a történteket, felismeri a játékosokat, azonosítsa, ki van az egyik csapatba, ki a másikba, ők hogy mozognak. Hát ez az egész elemzési folyamatot gyakorlatilag automatizálni, ezen dolgozott az egyik kollégám. Bennem az előadás számos kérdést felvetett. Ugye annyi különböző fajta alkalmazásról hallottunk a rákutatástól, a rajzfilmeken keresztül, ugye a focig, hogy itt az a kérdés felmerül, hogy ez most mennyire specializálódott ez a terület? Milyen átjárás képzelhető el különböző ilyen alkalmazások között? Tehát valakinek a tapasztalata egy adott irányban, hogy ez mennyire vihető át egy másik jellegű alkalmazáshoz? Igen, szerintem egy kicsit általánosabban fogalmazni a kérdés, hogy mi az az időszak, amikor érdemes specializálódni. Ugye ez korán érdemes, vagy későn? Ugye erről nagy viták vannak, hogy valaki már akár az egyetem kezdetén álljon rá egy témába, és abból legyen profi, vagy először szerezzen széleskörű alaptudást, és később specializálódjon. Én úgy látom, hogy ez a nyugati országokban később történik általában a specializálódás, vagy igazából, vagy inkább úgy van, hogy flexibilisek ebbe a változtatásokban. Tehát előfordul az, hogy valaki egyik egyetemen szerzi a mesterfokozatát egy adott témába, de utána egy teljesen másik helyen, teljesen másik témában
szerzi meg a doktori fokozatát, és esetleg a posztdoktori kutatásait meg megint egy másik területen végzi, és csak utána dönti el, hogy tulajdonképpen a pályáját, vagy a tudományos karrierjét, vagy akár az ilyen alkalmazott matematikus karrierjét melyik témának szentelje. Tehát én szerintem a matematikán belül könnyebb az átjárás ezek között, mint más tudományterületekhez viszonyítva, így gondolnám legalábbis. Köszönöm szépen. Most volna egy általánosabb kérdés, ugye itt sokat hallottunk erről az angol jelentésről, amiben idéznek francia és egyéb országoknak a jelentéseit is, és ajánlásait is. Hát, hogy hogyan állunk ezzel kapcsolatban Magyarországon? És hogyan lehetne Magyarországon növelni ezeknek a hatékonyságát? Igen, ilyen átfogó jellegű jelentésről nem tudok, ami Magyarországra készült volna, ugye hasznos lehetne. Amit tenni lehetne, hogy ez Magyarországon is jobban a köztudatba beépüljön, vagy szélesebb körbe ismerté váljon, mind akár a pályaválasztott diákok előtt. Nyilván ezt minden szinten lenne ebbe tennivaló. Ugye kezdődik ugye az iskolában a matematika órákon, ugye kellnek jó tanárok, ugye a tanárok ugye a tanárképzésből kerülnek ki, és nagyon kevesen jelentkeznek el a matematika tanárnak az elmúlt években. Akkor fontos nem is csak a jó matematika tanárok nagyon fontosak, hogy minél többen legyenek, és ne csak a speciális matematika tagozatokon legyenek jó matematika tanárok, hanem az ország minden területén lehetőleg legyenek. A matematika tanárok körében is egy kis szemléletváltásra szükség lenne szerintem, amikor tanácsot adnak a diákoknak, hogy milyen irányba tanuljanak tovább. Nagyon sokszor tanárok sem ismerik ezeket a lehetőségeket, mert ez viszonylag Magyarországon új. Tehát, hogy ez ennyire a gazdaságban alkalmazott matematika, ez nagyon felfutott az elmúlt években, ez korábban nem volt ennyire. És sokszor van ez a, nem mondom, hogy tévképzet, de ez az elgondolás, hogy a mérnöki, a világos, ha valaki mérnöknek megy, hogy mit fog csinálni, hogy ez egy gyakorlati, ezt fogja csinálni, és egy biztos jó állás, ugyanis az informatikusnál is világos, hogy ez egy lesz mit csinálni, és ez egy jó állás. A matematikánál meg ez nincs benne így, hogy ez a gyakorlati, ezek a gyakorlati alkalmazások, vagy ipari alkalmazások nincsenek benne, hogy a köztudatban, a pályaválasztásnál se. És ami a matematika előnye szerintem, az pont ez a flexibilitása, hogy utána mindenféle irányba lehet. Hogy aki villamosmérnöknek megy, az valószínűleg nem fog gyógyszerfejlesztéssel foglalkozni utána. Míg a matematikus az foglalkozhat de energetikával is utána, meg gyógyszerfejlesztéssel is, meg adattudománnyal is, meg biostatisztikával is, és így tovább. Köszönöm szépen. És akkor még, persze, bocsánat, még igen. Csak ugye még mindig a középiskola szintjén vagyunk, ugye utána van az egyetemi oktatás, és ott persze nekünk ugye, akik az egyetemen oktatunk, nekünk is megvan a felelősségünk ebben, hogy ezt, hát az előadásnak is ez a célja, hogy ezt tudatosítsuk az emberekbe, a matematikának ezeket a lehetőségeit. És meg lenne a szerepe még magasabb szinten, ugye a politikai döntéshozásnak a szintjén, hogy fölismerni ezt a Magyarország versenyképessége szempontjából stratégiai fontosságú tényező. Ez, hogy sok magasan képzett ember kerüljön ki az egyetemeinkről. Fentről is lehetne lépéseket tenni ebbe az irányba. És még ugye, ami a... Most akkor érkezek a médiához, hogy nyilván a média a fő forrása a híreinknek, amit fogyasztunk. Hogy ugye a médiában is megint az kellnek jó történetek. Tehát amik itt egy-kettőt említettem, hogy a Liverpool a matematikusok révén, a Liverpool lett a legjobb csapat. Ez egy nagyon jó történet. A matematikus Oscar díjat nyert, mert szuperül megcsinálta a filmbe ezeket a jelenteket. Ez is egy ilyen történet. És, tehát valahogy több ilyen jó történetek kellnek még. Ami egyébként volt nálunk is például a Gömböc, ha valaki emlékszik. Az egy fantasztikus ilyen történet volt. Nagyon érdekes, magával ragadó, matematikán alapuló, ilyenből kéne több. És hogy ez tényleg felkeltse az érdeklődést.
Köszönöm szépen, teljesen egyetértek, de szerintem ez az előadás is olyan volt, ami felkeltette az érdeklődést, úgyhogy még egyszer nagyon köszönöm Rözs Gergelynek az előadását. Ezzel a közvetítésünk véget ért, mindenkinek köszönöm a figyelmét. Felhívom a figyelmet arra, hogy a Magyar Tudomány Ünnepének további előadásait nyomon követhetik az mta.hu honlapon, és az eddigi előadásokat is ott utólag megnézhetik. Köszönöm még egyszer a figyelmet, a viszontlátásra!